Ezek a bélférgek. Itt az Ornstein és Smog. Azaz. Jövőbeli Ornstein. Ornsteiner és Smoger. Milyen fekete geci ez már, egy ilyen továbbfejlesztett változatú köcsög. Merre kell menni, bazzaj? Ajaj, na itt lesz. Gyert, meg fogok fulladni! Ilyen szerencsé, hogy van nekem még egy ilyenem. Aha! Szóval ez volt a fontos. Ez kellett. Szép gól volt? Na, az legalább már valami. Bízunk benne, hogy ez sorsfordító lehet esetleg, és ez kicsit ad egy kis raketet a csapatnak, hát ha... és visszatámadhatnak esetleg. Petike. Petike és a piu-piu, hát oda. Szeretette is a nagy piu-piukat. Csak a baszed lövöldözések. És ki most, és csak és kizárólag a TPS. Ugye már ezt figyelem, úgyhogy nekem tűnik, úgyhogy nincs game hang. Azért nincs game hang, mert az űrbe voltunk. Nem, na, úgy értem, hogy űrbe, na jó, úgy értem, hogy űrbe voltunk, ez egy hülye hangzott ki, szóval, hogy olyan ilyen vákumban kerültünk konkrétan, ahol a nem volt oxigén, kérlek szépen. Azért ilyenkor általában ilyenkor elhalkul a cucc. Van, hogy olyan szobába kerülünk, ahol beszivárog az űrből, a űrben keletkezett. Űrben keletkező sugárzás levegő. Ennek köszönhetően ilyenkor ugye nem hallunk ilyenkor, ugye hát ez a tipikus szöveg az, hogy az űrben nincsenek hangok. Ugyebár... és ezért is van az például, amikor kimegyünk ebből az állomásból, ebből a bánya létesítményből, hogy mi az Isten, mit mondott a Fabian, szóval, hogy űrállomásból, mondjuk azt mondom. Jajaj! Akkor ilyenkor kimegyünk belőle, akkor is elhalkul minden. Nem volt valami nehéz, de kóra menő volt, négy try volt, meg lehet, na király. Királyság, GG. GG Cristo. Be. Na majd a következő. Most hogy is van akkor most a... most ugye én ha jól emlékszem, ezután, miután ezt legyőztem, ezt a gyóbút, azt hiszem ezután mentem vissza kb. Nem sokkal a kezdőterületre, és abba a headquarter szézomba, és akkor ott átmentem abba a múltba, abba, ahol a Lady Butterfly-jal kell megküzdeni, ugye azzal hogy is hívják? Dick. Eridjél már. Mit csináltak? Fúzionáltak? Vagy mi a fasz? Haj, mám! Édes jó Istenem. És ilyen kevés try volt. Hát a... ez a jó bónivában nem volt gond egyébként. Azt hiszem először se. Nekünk. Nekem is volt egy pár, egy-két try, egy-két-három, de nem tudom pontosan már mennyi, de... mert nem volt gond, majd a következővel lesz. Ugye most, hogy lehetne visszamenni ugye a múltba, és akkor mehetne a Lady Butterflyhoz, vagy hogyha nem megy oda, hanem megy tovább, akkor a izéhez megy, nem a másik nagy kedvenchez, a lángoló bika, meg a... Sakiguchi, Sakabuchi, Vizéra, Asapuchi, Ichibuchi, hogy hívják, hogy behívták azt? Tetőn van.
nagy kedvenced, azt hiszem a te kedvenc, egyik kedvenced volt. Akinek három féze is van. Hogy hívták? Elfelejtettem a nevét. Az a kis fiatal ember, a Tómof akármi, akinek van izé a harmadik féze. Szikimuri, Szakacsúcsi. Nem tudom, már elfelejtettem a nevét. De az jönne. Nagyobb boss. Következőleg. Szucsi-mucsi-fucsi-lucsi. Tehát ma mehetünk a következő, a végső HP-kra. Itt van a nyelvem hegyén egyébként az ellenfél. Itt van a nyelvem hegyén, hogy hívják azt a nyomorult bosst. Segíts ki, Gergely, te tudod, te úgyis. Te mitől tudod? Mai teljesítményemmel elégedett vagyok. Elégedett. Igen. Most már akkor békésen fogsz aludni térni, mi? Mi? Find a navigation card. Egy a háromból. Az nyúl durva. Hát nem sokat találtunk akkor. Van még bőven. Mennyi izém van kreditem? 28. Semmi olyanom nincs, amit tudnék eladni, úgyhogy ezt inkább nem is foglalkozok inkább a vásárlásokkal. Szép fejlevágás volt. A lassan messze gyűlsz, mint Imó. Imó az meddig vitte? De várj, ne! De várj, az Imó az nem a... Nem a Gyóbó Onivánál hagyta abba? Vagy azt még mi azt letolta még? Itt úgy láttam volna, vagy egy kicsit tovább vitte talán. Vagy talán ezt még megölte. Bement még a múltba. Segíts fel nekem, Gergő, mert elfejtettem, hogy hívják azt a nagy azt a csávót, a fiatal embert. Az egyik kedvenc bosszunkat, aki ott van a tetőn. Az a Tómof akármi, az a Ichimuchi, Sushi, Sachiguchi, Ezebichi, Iziruzi. Hogy egy cibe írtál, már nem emlékszel. Genichiro! Már megvan, eszembe jutott. Még előtted megmondtam. Még előtted eszembe jutott, Genichiro, megvan. Még előtted, miért láttam volna még azelőtt? Rájöttem, Genichiro, igen, megvan. Eszembe jutott, baszki, de büszke vagyok most magamra. Hogy eszembe jutott. Még miért még bárki segített volna nekem? De a Genichiro, igen, szóval... Szóval most egyik oldalról most megküzdhetsz a Genichiroval, vagy visszamész a múltba, elmész a múltos területre, és akkor megküzdesz a Lady Butterfly-jal. Egyik durcibb, mint a másik, úgyhogy azok kemények lesznek már. Azok már durci lesz mind a kettő. De én először a Lady Butterfly-hoz mentem. Azon szoptam, aztán utána már ott kezdtem kicsit már ráérezni a játékra. És akkor már a Genichiro már nem volt annyira brutálisan nehéz, mert már kezdtem kicsit átérezni. Kicsit a Lady Butterfly-jal való szopkodással jöttem már rá kicsit a játékra. Gyorsan elfutottam. Jaj, nem mit kereseltem meg itt? Taka van! Mi? Mi? Azt nem mond nekem, hogy elfogyott a lőszer. Hát hülye vagy? Hogy fogyott el a lőszer? Hogy? Hogy fogyhatott el a lőszer? Tehát az előbb ránéztem, még volt. Mi a fasz? Jézus mágya, geci. Van mindenben egy rakással, bazad, de a plazmából elfogyott. Hát akkor mégiscsak vennem kell. Bassz meg! Lép már ki! Hát ez ilyen nincs.
Keci. Nem áll. Ez a baj ezzel a Pulse Rounds, hogy mi a faszom ezzel a Pulse Fire Rifle-lel, ezzel olyan sokat kell beléjük jönni, hogy meghalljanak. Ez kegyetlen. És ilyen flémeket. Flame fuel, ilyen lángszoróra bazzag, arra adja lőszereket. Gratulálok. De jó, Dancehort legalább lövés alatt. Az biztos, legalább kicsit be tudom triggerelni őket, vissza tudom tartóztatni őket egy kicsit. Istenem. A flame fuel-eket eladom a retekbe. Nem kellnek. Amúgy csalasztám őket, de soha. De soha nem használom őket. Csak a plazma. Szóval igen, a Genichiro az, aki... Nem is tudom, hogy ki az érdemes előbb menni. Mindegyik szopi. Úgyhogy... Nyugodtan dönthetsz, választhatsz. Választhatsz, kedves... Kedves Kristóf, itt lesz a vége, nem mehetek még, nem adhatom még ezt a helyet. Kár. Pedig szívesen elhagynám már ezt a chaptert. Már 10 óra van viszont. Lassan már befejezzük. Egyetlen egy darab ilyen object genyót kell már csak megszerezni. Kapol Prayer of Bedet. Genichiro volt van még két irritáló miniboss. Ninja és a Seven Ashina Spear. Ja igen. Igen, azok elég szarok. Ugye azokat azt hiszem ki is lehet kerülni, de megéri azokat megcsinálni, mert igaz a Prayer of Bed az mondjuk az jó. Ugye azt hiszem... Azzal tudod fejleszteni a flaskádat, nem? Flaska mennyiségét, jól emlékszem. Mindjárt told is hat játszani. Nem! Nem az volt. Ja, az a nő a HP. Ja, igen, tőlem. Ja, igen, megvan már. Meg a poster is az a nő. Told is hat játszani. Az mi? Called the truth. God's plan is unfolding from his inheritors. We will ascend as we always knew. Sorivlo assassin. Unitology is truth. Ó, ott az élet egyből. Ebben én csak futok, én megyek. Itt kell valahol lennie. Fú, te hallod. Már megint a puzzle. Szeressük a puzzlékat, kedvenc elemünk a puzzle. A bimbózul. A bimbózul kíves. Ottan! Ja, ez nem az. Ez nem az. Hát ez a semiconductor, ez amivel lehet izélni. Na azért. Lehet szépen adni. Jó sok pénzért, jó sok kreditért. Bosszott nagy lelkebből meg a támadó erőnő. Igen, az még megmaradt. Arra még emlékeztem. Akkor mit is kell szedegetni ahhoz, hogy turbóbanya. Mit is kell szedegetni ahhoz, hogy a flaska mennyisége nőjön? Már elfejtettem azt is.
Mi a bajod van már, te köcsög? Bolondok. Ivó tök mag, tényleg. Na ah, igen, igen, jó, megvan. Hogy is volt az angolul? Ivó tök mag. Ajaj, 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 ez nem jó. Ez az izé, ez az a nagy köcsög. Faszopó. Ez az a halhatatlan boss. Az fasza. Mi? Az, hogy is kéne ezt csinálni, várjál. És szép finomakat, szép lassúakat, hogy nehogy ide jöjjenek, hogy át tudjanak jönni a véletlenül is. Hiligord, jó, megvan már, megvan. Drinking pumpkin seed, de megvan, Hiligord volt, ja, most már emlékszem. Ajaj. Fussá, most már nem tudom, hogy hova kell menni. Arra, jó, oké. Mi? Apád faszát, azt lokkold le! Ez hülye geszi ez a játék. Hülye ez a játék, te. Normális ez a játék, de tényleg. Persze, azt látod, eltem, hogy öljen meg ezeket a gesziket. Persze, hogyne. Hogyne. Gratulálok, persze. Persze. Ezt mégis hogy a faszomba? Ezt mégis hogy a letek? Tövébe. De ez egy halhatatlan ellenfél ember. Hát akkor ennyi volt akkor mára. Addig feleslegesen szerintem inkább meg is halok, vagy nem tudom, de most... Egyszerűen nem tudom, hogy mit csináljak. Hát ez halhatatlan ez az ellenfél. Mit tegyek, Fábior? Mit tegyek? Mit tegyek? Ezen a rohadt... Hát ebben non-stop jönni fognak. Ja, hogy most akkor meg kellett várni, még ez a faszopó izé fel tudja nyitni ezt a csöves ajtót. Hála Istennek. Excellent work. Most ugye remélem mehetünk a picsába innen el, és vége a chapternek, remélem. Kitalálsz egy valami fasságot, akkor megöllek. Ripper, de faszom, azt rippereld, az újdas anyádat, azt rippereld. Istenem. Tök a spamkin angolul. Tököcske. Drinking pumpkin. Jó, tudod mit? Itt befejezzük már. Nem baj, már nincs már szerintem sok hátra ebből a chapter 10-ből. De szerintem itt lezárjuk. Nincs hajmentés itt a közelbe, bazzak, ne szórakozzál már velem. Nincs egy darab mentése itt a közelbe, verjen bele. És kapu fölcsön, nyomja United. Na hát akkor már azt jelenti, hogy próbálnak újra visszatámadni, visszavágni.
Még szerencsére nem kezdtem ebbe az olyan durván szitálni ezt a csöves ellenfelet. Másik nagy szarba kerültem volna. Na itt a mentési pont. Most nem tudom, most lehetséges, hogy mert 10 perc van hátra a chapterből, nem baj. Nem baj. Ennyi elég lesz szerintem, és akkor esetleg, hogyha ha minden jól megy, esetleg holnap még tudjuk folytatni, esetleg ilyen délutános időszakban. Ha minden igaz, hogy repaired shuttle vagy shuffle vagy riperelni kellett nagy badóokat. Bízunk benne, hogy nem fog mennyit szopogatni ez a torkos malac. Mondja gyakorlatilag meglepő módon a nap elején nagyon ilyen katasztrofális állapotban voltam egyébként. Nagyon fáradalmas, nagyon kihalt voltam. És már eskü azon voltam egyébként, azon gondolkodtam, hogy hú, az lehet, hogy el kell napoljam a streamet, de hát de szerencsére nem így történt, mert viszonylag jól sikerült vegyem az akadályokat, aztán viszonylag már a nap másik szakaszában már kicsit sikerült felkeljek. A sok kávének köszönhetem, most egész jó vagyok. Aztán ki tudja, ez meddig lesz így. Amelia. Nem csak az esője vagyok elfoglalva, hanem még tartalmaz az animamentes maradalom. Elkezdtem az Alkony Zóna című 59-64-es sorozatba, az igen. Az aztán jó régi. Jézusom, mi az Isten az te? Ezt találtátok? Ezt az ezért mutáns hereputtonyt, hát úristen. Ez maga a sperma puttony. Későbbi Black Mirror inspirálódott. Ja, Black Mirror sorozat. Az igen. Ezt jó tudni. Jodás gif hatott rád. Lehet egyébként, ja. Jodás gif egy kételen felébresztett. Megláttam Jodás gifet és hirtelen baszkó. Az álmosságból. A halálból felébresztett. Feltámadtam. Mint Jesus. Ezek a sutogások bazzag a semmiből, ezek egyetlenek itt ebbe a Dead Space-be. Nem érdekes, minden rész máshol, más időben, más szereplőké játszódik. Az igen. Mi a fasz? Akkor az ilyen Jojo. csak nem évadonként más, hanem konkrétan minden részen más. Akkor gyakorlatilag ez ami antológia-szerű? Ja, erre. Antológia-szerű akar ez lenni, gondolom. Én... Azt szokott kb. Hasonló menetem menni. Antológia. Amúgy lenyűgözzelek, ahogy nézem a palbádisommal. Hát egy kicsit. Nem gondoltam, hogy ilyeneket is lehet csinálni, ilyen váratban azért erődöt lehet csinálni, azért ez kegyetlen volt. Komoly volt. Nem baj, az én kis faviskom volt a legjobb. Az én kis faviskom. Mi a fasz? Jézusom! Na takarodj haza! Jézus Mária! Na erigy! Én megyek. Tudod, hogy ki fog azzal szórakozni ott? Embert, hanyan voltak ott? Biztosan megyek. Hát tudom, itt van a safe station, csak gyorsan megnézem, hogy mik vannak. Gyors rákukkantok, hát van valami értékes ott. Valami fontos dolog. Hogy sem a közösen is egyet, ha megjön végre a cross game. Hát ha megjön a cross game, meg a Steam, meg nem nyeri meg a pert a Nintendo, ugye? Az is. Egy fontos dolog. Jaj, ne! Hát megérte. Majd itt egy rakás. Rakás szoba, rakás kis miskó, kis lószát. Kurvára megérte, esküszöm, nagyon megérte. Captain's log.
Captain Lord Slug. Lord Slug! Menjél! Menjél, meghalsz! Hát ez hú, ez elképesztően megérte. Elképesztően megérte, hogy ilyen szinten még nem érte meg semmi. Szerintem meg is ölöm magamat inkább, mert gyakorlatilag itt tényleg egy pár lőszeren kívül abszolút nem érte meg. Abszolút nem. Úgyhogy nyugodtan mehetünk tovább itt. Nagy rák az egész. És a Bojack Horseman. A Bojack Horseman, azaz. Nem, itt nálunk itt nincs olyan Bojack Horseman, csak a Bojack film, akit Gohan megbaszott a Bojack filmben. A Bojack. Large Medipack. DBZ film karakterére gondoltam. DBZ film karakterére gondoltam. A Bojackre. Irónia. Iróniának hívja. Én meg azt mondtam, hogy a törles. Erre kell jönni? Jó, hogy erre indultam el egyébként. Most mi van? Ó! Hogy itt kellett megriperelni. Megbájolni. I'm on my way. Igen. És mi a feladat? Jaj, bájol a izé. Jaj, jó ember. Tesztfáj. Mi tesztelni kell? Mi tesztelni kell, hogy engine-eket. Nagyba. És nagyon remélem, hogy már nincsen sok átra ebből a tízes chapterből, mert már akkor a herém kiduzzad. Mit pontasz, Fábián? Áj, mi ad Isten, Jézusom? Mit pontasz, Fábián? Be tudjuk ma még fejezni a játékot? Vagy már felejtős? Olyan, főleg így, ha megint döglünk. Menjél! Erre kell jönni? Mi a fasz? Hova? Nem tud átmenni, hogy mi? Ki jött? Nem jó! Én azt mondom, lőni nem árt. Á, minek az? Minek lőni? Minek? Hát ez például ez halhatatlan. Nem? Ugye ez halhatatlan. Hát és még annól még az volt, aztán lehetséges, hogy ez már nem az. Itt a lélet, hogy miért geci? Föltámadt a szél. Hát a kapott várad és feltámad az basszon telibe a teher szállító kurva anyja. Anyam vagy! Hát de ez mi? De kicsit... De ezek non-stop jönnek. Ezek meg se állnak. A fasz. Meghal az egyik, jön a másik. Most mi a... Hát, már ki kéne csalni őket, lassítani és akkor tesszeni a hajt. Ja. Valahogy sejtettem egyébként, hogy valami hasonló lehet egyébként. Csak nem tudom, hogy most itt... Akkor itt mindegy, hogy hol állítom, hol lassítom le? Ezt a faszt. Gyökérkefét. Á, hogy ott! Hova ment? Bazd meg. Menjél már! Hova a gecimbe mászott? Bazd meg, geci, a pofámra rákulj, hát...
A faszon. Hogy te fogtad, az ezt rámugrott. Rád ugrik. Hogy a mondta üvegtig is, és mondták. Rád ugrik. Rád fog ugrani, tuti. Hát ez kevés lesz. A rohadás ölne meg. Aztán... Basz meg ez... És kifogytam az életből! Hát hogy ne! Fogyjál ki az élettől többől, persze! Semmi elveszük azt a rohadt bányos getis izét. Lásd medi pakkot. Hú, szígy baslak keszi. Te meg is ölöm magamat inkább már gecit. Az egész életem elment ezzel. Az egész életem elment, már az összes életem elment. A faszé nincs itt ilyen. Kicsibe bele. Az derék. Az apri csáv, mint egy vágási disznót, bazen. De sonkát úgy szeretelj fel. Az jó volt. Az egy felszeletelt, mint egy sonkát. Füstöl sonkát, geci. Kurva anyját, és ide basz vissza. Reteg, geci. Kurva jó. Kurva jó, man. Most akkor már 100%, akkor már jóval előtte kell már elkezdeni lassítgatni. Jóval előtte. Szóval nem azon a hidas rész, a rámpás résznél. Hát! A stázist! A stázis modult? Hát! Nem nagyon. Nem nagyon. És viszont ez sem ennyire. Mondtam, hogy minek az? Nem kell az. Én gondolom lehet fejleszteni, gondolom a idejét. A ható idejét. Most fog lejönni, bazze. És azt kéne meccselni valahogy. De jött a putuba. De közel van azon a lehetetek. Mondjuk így szenvedés lesz, hogy meghalunk, várjál. Mindjárt... Jézus Atya Úristen, geszi. Majdnem áll. Én azt kéne csinálni, baszok, a lábát szét kéne lőni, baszki, tényleg. Olyan geci lassan fut ez. Olyan rohadt lassan fut ez a jó ember. Nem mehet egyszerűen... Esélytelni ezeket utol el sem érni. Főleg még aztán a izével is. Hova lett? Hova lett? Jelj meg, mint Hörbi tette. Hörbi hol ért meg? Melyik pontnál? Mondjuk itt már megjelentne egy pár alkalommal itt ez a... Most érezhette újra magát, hogy most izélte... Most baszoktatta meg magát.
Persze. Ez kicsi szar. Igen, ugye ez gyakorlatilag csak, de csak izé fegyvert fejlesztettem. Hát abban, hogy szara izé most. Szara futási időrátus most konkrétan. Nem jó irányba futunk, az a baj. Szar irányba futkorászunk, egy kicsit a... Meg kéne fordulni egy kicsikét, bazd, nem gondolod, hogy meg kéne fordulni? Na most. Azt meg kecet. Hát abban ez most nem lesz jó. Ha esetleg megvárom még izé, még megérke, még jön. Most. Gyere már! Leszoplak, geci, leszoplak. Hú, de úgy szoplak le. Geci, van. Istenek haszál tényleg. Istennek a kedves, úgy a faszál. Fogok bazd meg, hozok egy kutyát neked, azt megeheted, mint a kínaiak. Lehet, hogy kínai geci. Ivarsej, tessék, ki is fogyom az életből. De ne izéljél, ne szarakodjál, hanem már egyből kúszál, vagy valamit csináljál már. De miért ott vágja szét azt a rohadt lábát? Kicsit még mehetne, még egy kicsit arrébb, kicsit még mehetne, vagy valami. Most szétbasztak, most szét foglak égetni. Szarrá égetlek. Kőkövön nem maradsz. Gyerünk. Áll. Megvan, bazd meg. Kurva életbe ebbe a retekbe, remélem vége. Na de hogy igen. Egy hét részt néztem meg, és nagyon élvezem. Na, annak örülök akkor. És hisz egy fiszkóról szól, aki hazalátogat a gyerekkori városába, és hirtelen mobili változatában találja magát. Egy másik, meg egy emberről szól, aki egy emberek nélküli világban van. Az igen. Ez még az érdekes egyébként. Érdekesen hangzik. Ilyen koncepciók is voltak még itt a régi 50-es, 60-as években, az mondjuk meglepő. Te gondolom. Mondom, jó fekete-fehér változatban van, akkor gondolom. Fekete-fehér színezék. Na mi van? Retek. Köszönöm szépen egyébként. Köszönöm szépen a gyögyöt. A gyögyi. Gyögyi. Konos gyögyi. Ugyan szokták mondani a izék. Az öreg ember szokták mondani, hogy kurva GG! Obácsán! Obácsán! I don't know. És még ennyi maradt még a izéből a chapter 10-ből, és még be akartam fejedni a chapter 10-et még a múltkor. Ez a vicc. Ez a maga a vicc a dologban. Ez a vízben a vicc. Nincs már több izére töltem, úgyhogy kiitte volna. Arra. De most megyen vége. De most megint mehetünk vissza. Héten már tuti meg lesz. Tehát a héten már csak meg lesz azért. Ne baszna, ha nem. Jaj. Már négyen vannak, geci. Már nem öten, már négyen. Many have gone before us, and now is time for us to take the voyage together. Transcend death. Azt mondtam, a gémre gondoltam, bazeg. Mikor mondtam, hogy a chapter? Te.
Agyhártyagyulladós. Agykurkász. Úristen, megölték a köcsög... ezért arab terrorista nukleáris hulladékot. Megölték a 2001-et. Megölték a 2001. szeptember 10-akárnyadikát. Úristen, megölték. Persze, hogy erre. Nem a másik irányba. Most mi? Merre? Ó, te basszon, te libe, hogy más a szarra. Tudé. Ne, játékra gondoltam egyébként. Ott van már vége van. Vége van ennek az end of days-nek. A nap vége. Hála Istennek. Az is hátkor, hogy életet se nagyon fejlesztettél, ha jól emlékszem, egészen csípőig is le lehet finni a csíkot. De azt fejlesztettem, hogy gyakorlatilag az majdnem maxos, gyakorlatilag azt hiszem egyet kell még fejlesztek, azt már max. 11. chapter, utolsó előtti. Mindjárt megmutatom neked. És csak? Ott van rig. Hátod? HP. 2 kell már, és meg lesz a fullos HP. Szóval a Stasis modulos az nyilván nem, de az a bet kurva kevés izét, ilyen power aidet kapunk egyébként, ez a baj, kurva kevés időt kapunk ilyen power aidet, power nodot, bazzai, power aidet. Igen, és ennek köszönhetően, Geci, hát kurva nem meg kell válogatni, hogy mit fejlesztesz, Geci, hát semmit. Hát, főleg ez, ami felbasz, hogy ezek a kis random üres pöttyök, ezek a szarok, ezek is power aidbe kerülnek. Megint power aid. Nem azt mondom, power aid lesz. Kibasz a power aid, ad lesz. De már az maradt benne a fejembe. Power Node, bazony. Senki által nem használt név. És ha maradjunk a Power Aid-nél, azt mondom, nektek mit szóltok hozzá. 31 000. Az a baj, ugye már level 5-ös suitot lehetne használni, de hát az a baj, hogy nincs elég pénz. Ez a Gold Semicondátot el tudom adni, de hát ott is lószart nem ad. Még dupla annyi kéne gyakorlatilag. Mi elég baj önmagába véve elég baj. Mit csináltam, bazzeg, most vásárolni akartam, nem eladni. Fú, rohadjál meg. Ne teggeci. Hogy volt most a... Mennyi van most a plazma genyóból? Kurva kevés, hát akkor most mehet a izé. Viszont abból a flame-ből, lángatyából, abból nyugodtan lehet eladni egy párat, mert abból baszki fele is elegendő bőven. Azt nem használom. Az már energy. Jó, és akkor most mehetnek a medipakkok. Esküszöm, amikkel már elkezdek gondolkodni, hogy nem is fogok szarakodni azzal a élettüzével, az a level 5-ös ruhával, mert egyszerűen annyira kevés. Annyira rohadtul sokba kerül, és egyszerűen az a kredit mennyiség, amire összegyűjtöm, bazzag addigra, hát 50-szer meghalunk konkrétan, és már rohadtul kelleni fog. Ajaj! Még kezdi leütögetni. Már most kifogytam már szinte minden mediből, nagyon jó. Szóval ez a baj, elkezdem gyűjtögetni, akkor egyszerűen nem veszek semmit, és elfogy minden addigra. Elfogy mindenem, életöröm, meg lőszerem, az a baj, azok is olyan kevés jön igazából, hogyha úgy nézzük, hát igazából az alapján nézzük, hogy most mondjuk mennyi megy el, mennyit zabálnak ezek a drágátos szörnyek, mennyit kell darálniuk beléjük, megtögöljenek ahhoz képest,
rohadt keveset adnak ezeként, rohadt kevésen elszórva a pályán. Hiába nézve be majdnem mindenhova. Majdnem mindenhova, nyilván nem minden teljesen mindenhova, de majdnem mindenhova.